és városunkban ilyen népszerűvételni a kaba is vált. Kezdetben Gányi Marika, majd azt követően Bagdi Lajosné Irénke irányításával, később dr. Szilágyi Ibolya, majd Juhász Borbála és Fogácsás Ágnes vezetésével a szülői munkaközösség mindig színvonalas bálokat rendezett és hatékony közösségi munkát végzett. Ezt a nemes célú hagyományteremtő munkát folytatjuk most mi is tovább. A 1993. január 9-én, 20 évvel ezelőtt, mi is ugyanilyen megilletődötten, izgalommal, várakozással telve néztünk az éjszaka elébe, mint most ti, önök. Már hetekkel előre terveztünk, számoltunk, felajánlásokat gyűjtöttünk, izgultunk, hogy a bál úgy sikerüljön, ahogy azt elterveztük. Valóri Áncsány Tamara, Fogácsás Ági. Remélem nem hagytam ki senkit. Gáli Várkonyi, Babiné Lepetáki, Olaszné Juhász Borbála, Nagyné Gató Évike, Valóri Áncsány Tamara, Fogácsás Ágnes és a Váriné Erika, ő most nem tudott eljönni. Tisztelt igazgató, kedves Mónika, szeretném, ha átvennétek tőlünk a jubileumi ajándékunkat. Igazgató úr, kifáradnál ide hozzánk, légy szíves. Fogadjatok szeretettel tőlünk egy televíziót, amelyet Kabai Hírmondó névre kereszteltünk, amely szolgálja az iskola tanulóinak gyors, hatékony és látványos tájékoztatását, egyben szórakoztasson és tanítson is. Szeretnénk, ha ez a tévé az iskola egy olyan pontján kell lenne felállítva és beüzemelve, amit a tanulók legnagyobb része használ. Például folyosó, kabai fal, esetleg az ebédlőben, és információkat adnák az iskola mindennapos életéből.
ismernek legalábbis a médiából, megtisztelte a tegnapi rendezvényt, és ő mondott egy zászót, amiben azt mondta, hogy a gazdasági élet szereplőinek, akik elértek valamit az életben, vagy azoknak a szülőknek, akik megtehetik, mert nem minden szülő teheti meg, hogy jótékonykodjon, vagy támogassa az iskolát, azoknak kötelessége, hogy azok a gyerekek, akikben tehetség van, akiknek esélyteremtésre van szükség, vagy színvonalas oktatásra, szakkörre, vagy egyéb iskolai felszerelésre, teremtsük meg a lehetőséget, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy egy iskola gyarapodjon. Én a magam nevében azt tudom ígérni, hogy minden erőmmel azon leszek, hogy a Kabai iskola, hogyha jó pályázatokat ad be, akkor azt támogatni fogom. A sportudvar megnyitására is meghívtak. Nagyon színes élet van a Kabaiban, lehet látni, hogy van egy összefogás. Én nekem az jutott eszembe, amikor néztem ezt a táncot, hogy ha az emberek megismerik egymást, ha a szülők és a tanárok között jó kapcsolat van, ha az itt élő Tiszavasváriban jelentőséget, teljesítményt lerakó emberek tudják, hogy mi az a Kabai szellem, akkor ennek az iskolának nem csak múltja, hanem jövője van. Kevés ilyen iskola van, ahol majdnem 1000 gyerek van. Nyíregyházán nem is nagyon tudok ilyen iskolát, ahol ilyen, hogy mondjam, ilyen sokan vannak, és ilyen sokszínű ez az iskola. Én azt kívánom az iskola vezetésének, a szülői munkaközösségnek, a tanároknak, a támogatónak, hogy fontoljuk meg Szent Györgyi Albert mondását, hogy az oktatás az befektetés a jövőbe. Befektetés a jövőbe, mert hogy milyen lesz Magyarország 20 év múlva, 30 év múlva, az a ma iskolájában dől el, úgyhogy a Kabai iskolát támogassuk mindenképpen, és mindenkinek ma jó jótékonykodást, jó szórakozást, jó vározást kívánok. Ezennel a rendezvény megnyitott. Hogy is szeretném bemutatni először is a zenekar, Fix Együttes. Ő fogja a mai este a tartalában
Igen. Ők már hosszú évekkel ezelőtt már jártak itt, és számukra ez már nem első alkalom. Köszönjük, hogy itt lehetnek. A vacsorára, ugye az én mondtam, jó étvágyat kívánok, valamit el szeretném mondani, hogy büfé szolgáltatása rendelkezése, ahol Sütő Tina és Zsudás Szilvia mindenki vár szeretettel. I'm gonna make you mine.